A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum idén már 66 éve fogadja a tanulni vágyó diákokat. Jakab Tamás igazgató elmondta, hogy az idén tovább bővült az oktatási intézmény tagozatainak kínálata. Az általános gimnáziumi oktatás mellett továbbra is működik a hatosztályos gimnáziumi képzés, az informatika, a biológia, a nyelvi reál és a nyelvi humán tagozat. A méltán sikeres rendvédelmi tagozat most honvédelmi ismeretekkel bővül, és megalakult az országban negyedikként az ifjú polgárőrképzés is. A honvédelmi alapismeretek elsajátítása a Honvéd Kadét program keretében történik majd, és jogosultak lesznek pályázni ösztöndíjra is a tanulók. A diákoknak lesz még rendvédelmi és önvédelmi órájuk is, és a Magyar Honvédség által meghirdetett programokban és a honvédelmi táborozásba is bekapcsolódhatnak. A hon és rendvédelmi érettségi vizsga után nagyobb esélyük van felvételt nyerni ezeknek a tanulóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, vagy a Magyar Honvédség kötelékén belül építhetnek karriert.